Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Kezdenek megtelni élettel a szabadtéri pályák, szinte minden sportágban megkezdődtek az edzések. Mai baranyai és tolnai körképünkből megtudhatják, hogyan érinti a sportegyesületeket a fokozatos nyitás. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Mindenki a fedélzeten, aki számít a szekszárdi kajakosoknál. Elmarad több nemzetközi verseny is, de a budapesti EB-t nagy valószínűséggel ősszel megrendezik. Az U23-as korosztályban a lányoknál három olyan versenyzője is van a szekszárdi kajakkenu klubnak, akik mind egyesben, mind párosban hazai EB szereplésben reménykedhetnek. A lányokban, a srácokban munka volt, munka van, így a néhány héttel későbbi vízreszállás a szokásosnál nem jelent komolyabb lemaradást a további fejlődés, illetve formába hozás szempontjából. Népszerű a kajakkenu Szekszárdon, a 10 éves klub edzéseit még nem látogatták ennyien, mint most a 2020-as idény megkezdése előtt. Közel 80 versenyengedélyt vált ki a klubunk, a szabadidősökkel együtt több mint 100-an járunk le már edzeni, de ettől függetlenül azt is büszkén mondhatom, hogy maradtak felnőtt versenyzőink, és látom, hogy a felnőtt korosztályban azért még igen sok munka kell ahhoz, hogy odaérjünk, de én bízom benne, hogy mind a maratoni szakákban, mind pedig előbb-utóbb az olimpiai számban is kiemelt eredményeket fogunk elérni felnőtt korosztályban is. A lányoknál akár már jövőre is, mert ahogy az eddig nemzetközileg is igen sikeres Nagy Viktória, Korsó Zsófia, utolsó éves U23-as, úgy szintén az utánpótlásban remeklő Bartos Zsófia is magában hordozza a felnőtt korosztályban remélt későbbi sikereket. Akik egyesben, párosban, itthon és nemzetközi porondon is dobogó esélyesek valamennyi kiemelt hazai és nemzetközi versenyen. A fiúknál viszont újra kell építkezni Jámbor Attiláéknak. Tekintettel arra, hogy tanulmányi okokból távozik az egyesülettől a korábbi ifjúsági Európa-bajnok és VB bronzérmes Bodnár Balázs, Horváth Ádám páros, hasonló okokból Merz Marcelre sem számíthatnak a későbbiek során. Minden versenysport, főleg az egyéni sportoknál ott nagyon látszik, hogy a végére csak egy-egy versenyző marad minden csoportból, és hát ha az marad és kitartóan dolgozik, akkor bízzuk benne, hogy el is ér kiemelkedő eredményt felnőtt korosztályban is. A fiúknál igen, a Szekeres Zsolti még az U23-as korosztályban próbálkozik, én bízom benne, hogy előbb-utóbb sikerül neki kijutni egy nemzetközi versenyre, és ott mondjuk helyt is tud állni. De ezt mindig a jövő mondja meg az adott helyzet, hogy mi lesz. Dolgozunk keményen, az biztos. Nagy Viki a klub 10 éves történetében a legeredményesebb versenyző, egyéniben párosban is több érme, köztük arany is van Európa-bajnokságokról, világbajnokságokról, utánpótlás korosztályban. Tavaly U23-ban egyéniben negyedik lett a kínai VB-n. Azt mondja, nem feltétlenül csak rossz az ő jövője szempontjából, hogy nincsenek és bizonytalan időpontúak a megszokott versenyek. Nem ijedtem meg ettől, hanem inkább ugyanúgy a jövőre tekintettem, hogy én építkezem folyamatosan, és az én versenyem az 2 év múlva fog mondjuk eljönni, vagy lehet több, lehet kevesebb, nem tudja az ember, de én igazából egyáltalán nem ijedtem meg ettől. Örülünk, hogy lesz verseny, folyamatosan jönnek egyre jobb hírek, ugye így nem fogunk unatkozni, meg hát elég nehéz lenne úgy végig nyomni egy szezont, hogy nincs versenyünk, mert azért én például pont olyan versenyző vagyok, akit a versenydruk, meg a versenyek így inkább előre visznek, meg edzenek. Úgyhogy azért nekem sem volt ez olyan jó dolog, de nem ijedtem meg egyáltalán. Kellemes gond a bőség zavara, hogy 3-as versenyfutás alakult ki a párosért egyesületen belül, közte Korsó Zsófia és Bartos Zsófia között. Izgalmas házi versenyek a láthatáron. Én ültem együtt a Bartos Zsófival is páros, tehát mind a kettő egy visszatérő páros lenne. Az is opció, hogy ők ketten ülnek össze párosba, ezt a teljesítmény fogja eldönteni. Pontosabban nem az egyéni teljesítmény, hanem a páros teljesítmény. Gondolom lesznek hanem időrevezések, vagy ilyesmi, ahol kiderül az, hogy melyikünkkel passzol jobban. Technikailag is. Igen, meg gyorsaságilag, meg mindenhogy. Ez meg kiderül, nem tudjuk. Ennek a versengésnek a győztese jó eséllyel pályázhat arra, hogy eljusson újra Európa-bajnokságra, és valamilyen szintű érmet nyerjenek ott.
A szexárdi kajakkenu esénél a folyamatos építkezés fontosabb, mint egy-két versenyző pillanatnyi sikere különböző utánpótlás korosztályokban, emlékeztet Jámbor Attila. Ideiglenesen Braun Ákos, az ASE korábbi felnőtt világbajnok és Európa-bajnok versenyzője, jelenlegi edzője irányítja a paksi Cselgáncs szakosztály edzéseit, Hangyási László mesteredzőt helyettesítve. Így vele váltottunk szót a megkezdett közös edzések egyike után, melyen a két a jövő évi olimpiára kiválogatott cselgáncsozó, Pupréka és Círjenis Miklós is részt vett. Hiába az enyhítés a küzdősportokban, abban is a meghatározó cselgáncsban, még igazi kontakt edzéseket most sem lehet igazándiból végezni, így továbbra is kondicionáló edzések dominálnak, jegyezte meg sajnálattal Braun Ákos, egykori világ- és Európa-bajnok dzsúdós, aki ideiglenesen irányítja az atomerőmű ese cselgáncsozóinak munkáját, Hangyási Lászlót helyettesítendő. Gyakorlatilag amióta bejött ez a járványhelyzet, nem is folytatunk judó edzéseket, csak az élversenyzők csinálnak kondicionáló edzéseket, tehát ott azért be lehet tartani ezeket a távolságokat, és még azért várjuk, hogy mikor folytathatjuk magát a judót, már mindenki ki van éhezve rá. Megpróbáljuk a legjobbat kihozni ebből a helyzetből, úgyhogy most az erőfejlesztésre tettük a hangsúlyt. Talán annyi lehet az igazságosság, hogy a más országokban is hasonló a helyzet, és igazából kérdezgettünk azért másokat is, tehát máshol se tudnak komolyan készülni. Ugye most itt mindenki mutogatta, hogy hú, hát otthon tud ugrabugrálni, meg árnyékolni, de hát az élsportban természetesen ez nagyon kevés. Tehát fitness jelleggel elmegy, de élsportnak inkább vicces. A dolgok arra hajaznak, már ami a vírus okozta rendkívüli helyzetet illeti, hogy június elején talán már lehet igazi dzsúdós edzéseket is tartani. És a Nemzetközi Szövetség kiadott egy előzetes tervezetet, ebben már azért őszi versenyek szerepelnek. Szeptembertől tettek be versenyeket, de ez azt jelenti, hogy ha szeptemberben már valaki versenyezni, akkor azért előtte legalább egy-két hónappal el kéne kezdeni dzsúdózni is, úgyhogy mi is várjuk, hogy hogyan alakul a helyzet. További gondot jelent, hogy nincsenek egyelőre központi edzőtáborok, válogatott edzések, és megfelelő edzőpartnereket is nehéz biztosítani, találni klubszinten is, amire nem csak a válogatott versenyzőknek lenne szüksége. Még hogyha összefogunk központi edzőtáborban, sokszor még az is kevés, tehát leginkább nemzetközi edzőtáborok kellenek az igazán komoly felkészüléshez. Úgyhogy itt nem csak az a kérdés, hogy Magyarországon hogy van ez a járványhelyzet, hanem hogy legalább a körülöttünk lévő országok, akikkel azért úgy sűrűbben összejárunk, tehát hogy ők is tudnak-e jönni, illetve mi tudunk menni hozzájuk. Az ASE két válogatott olimpiai kvalifikációra készülő versenyzőjének, Puprékának és Círjenics Miklósnak is legalább két hónapos speciális munkára lenne szüksége, hogy formába lendülhessen és a legjobb teljesítményére legyen képes. De e tekintetben nincsenek hátrányba a hazai és a külföldi riválisokkal szemben. Tekintettel arra, hogy a kulisszák mögött már felvetődhetett az ASE cselgáncsozói korszakos sikeredzője, Hangyási László mesteredző utódlása, ami a nyilvánosság kizárásával zajlik, mégis rákérdeztünk Braun Ákosra, vállalná-e a vezető edző szerepet, ha erre felkérnék. Egy határozott passz volt a válasz, de mindenképpen jelzésértékű, hogy ebben az átmenetben éppen ő irányítja az ország egyik legjobb, legerősebb klubjának munkáját. Hogyan lehet egy délutáni edzésnapon több mint 100 gyereknek edzést tartani úgy, hogy a vírus idején az egészségügyi követelményeknek is megfeleljenek a klubok? Az UFC-nél az edzők kidolgoztak egy olyan módszert, pontosabban minden korosztályt megmozgató, különböző állomásokon elvégzendő gyakorlatsort, ami változatos, hasznos, és edzők, játékosok is élvezik ezt a nem megszokott, kényszerszülte közös munkát. Mintha a maga nemében különös, egy edzésversenyen lennénk. Egyszerre egy időben csaknem valamennyi korosztálynak, kivéve felnőtteket, valamennyi zöld felületet kihasználva edzést tartanak a szexádi UFC-nél. Eleget téve a kis csoportokban való dolgozás szigorú követelményének.
Kora délutántól kora estig érkeznek a különböző csapatok játékosai, akikre különböző kis területen elvégzendő labdás gyakorlatok várnak az edzők által kialakított egymástól elkülönülő állomásokon. Tényleg pörögnek az események. Szemmel láthatóan a technikai és az erőléti képzés közös nevezőre hozva. Nyilván az előző hetet úgy vezettük fel, hogy nem voltak annyira kihegyezve a terhelések, tehát azért több pályán is ilyen 70-80%-on dolgoztunk, most azért már több pályán is a submaxhoz közelítünk, de nagyon élvezik. Az utánpótlás szakágvezető állítja, ebből a vírus okozta leállásból, a mostani meccs nélküliségből maga a képzés, amire máskor jóval kevesebb időt profitálhat. Ők most az UFC-nél, az edzők közösen ennek sikerén dolgoznak. Én azt gondolom, hogy az edzők mennyire tudnak ezzel élni, az nagyon baj, hogyha nincsen. Tehát én most könnyen beszélek, mert nincs csapatom, nincs versenyző korosztályom, tehát az itt lévő szakmai munkát felügyelem. Én azt gondolom, hogy minden utánpótlás edzőnek azzal kéne foglalkozni, hogy hova jut el a játékos, hanem az, hogy hova jut el a csapata, egészen U17-U19-ig. Most legalább megtanulja mindenki azt, hogy kell figyelni arra, hogy egy játékos jól hajtson végre egy mozgást, jó technikával hajtson végre bármilyen labdarúgásra hasonlító mozgáselemet, hogy kijavítsuk a játékosoknak az egyéni hibáit, sőt, még azt is gondolom, hogy jobban meg is ismerjük a saját labdarúgóinkat, illetve a saját labdarúgóink minket, hiszen most az összes edzővel dolgoznak a klubnál, nem csak a saját edzőjükkel, megpróbáljuk azt elérni, amiben van deficitünk, hogy ők a Szekszárd játékosai, nem a Laci bácsi, nem a Gábor bácsi, nem a Józsi bácsi, hanem a Szekszárdi UFC labdarúgói. Szeretnénk egy erősebb lokálpatriotizmust kialakítani bennük, egy klubhova tartozást. Ki kell használni mindent, amit a jelenlegi körülmények a mi számunkra biztosítanak. Az U13-tól felfelé délután 2-től este 8-ig, ezután ez ugyanis az MB3-as felnőtt csapat, forgószínpaddá változik, a két kis műfüves, a nagy műfüves pálya, és úgy szintén élettel telik meg a nagy füves is. A gyerekek már otthon be, illetve felöltöznek, így az öltözőket, fürdőket, elkerülve a tömeges érintkezést, egyáltalán nem veszik igénybe az UFC utánpótlás csapatainak játékosai. Kültéri kiscsoportos edzésekkel kezdte újra a közös munkát a Pécsi Sportolda ESE. A megváltozott helyzetben a gyerekek nem használhatják az öltözőket, és a szakemberek arra kérik a szülőket, hogy csak addig tartózkodjanak a sporttelepen, amíg gyermekük ki és beszáll az autóba. A kizárólag labdarúgással foglalkozó amatőr utánpótlás klubnál 150 gyerek sportol, fiúk és lányok egyaránt. Nem telt mozgás nélkül a kényszerszünet a Pécsi Sportolda kis focistáinak. Az edzők arra kérték a gyerekeket, hogy töltsenek fel videókat arról, ők hogyan készülnek a nehéz időszakban, mert így is tudják segíteni egymást. Most azonban az egészségügyi szabályok betartásával újra megtelt élettel a kinti füves pálya. Hát elég nehezen viseltük, főleg a bezárást. Ugye a szabályoknak való megfelelés az egy dolog, meg hogy a gyerekek meg mi is ugye a mozgásigényünket ki tudjuk elégíteni, meg a csapat, meg a közösség megmaradjon. Úgyhogy nagyon nehéz volt, fájó szívvel tettük meg ezt a lépést, és annál jobb volt most ez a hét, hogy meg tudtunk nyitni, tehát nagyon örültünk, hogy újra lehetőség van edzést tartani. Fejlesztés most jelenleg még nincs, a tervezés része folyik, tehát kilátásban van, hogy pályaépítésbe kezdünk, ehhez gyűjtünk TAO felajánlásokat. Ha ez megvan, akkor remélhetőleg egy-két éven belül komoly fejlesztésekbe fogunk. Mi is korlátoztuk ugye itt az érintkezést, illetve bárminek az érintését, tehát kültéri edzésekhez ragaszkodtunk, kis csoportos edzések vannak, elkülönülten edzenek több edzővel egy időben. A szülők örömére, bánatára megkértük, hogy mindenki csak edzésre hozza, vigye a gyerekeket, ezzel is elkerülve, hogy akár a szülők is így csoportosan várakozzanak, és ezzel segítsük ezt a vírus terjedést. Azoknak a gyerekeknek, akik kertesházban laknak, könnyebb volt elvégezni az edzésmunkát és átvészelni a nehéz időszakot. Igazából én otthon, vagy a garázsban, vagy kint az udvaron labdáztam a testvéremmel, vagy apukámmal éppen is,
igazából futottam, de és követtem az edzéstervet. Olyan, mint hogyha edzéssel lettünk volna, csak picit nehezebb volt, mert ugye nem volt instrukció, hogy mit kell csinálni. Amit az edzéstervet követtem, volt, amikor bicikliztünk, futottunk, de hát igen, igazából. Itt lakok a szomszédban, emeletesbe lakunk, szóval. De hát volt egy kisebb kertünk, ahol igazából mozogtunk. A kisfocisták nagyon örülnek annak, hogy újra együtt edzhetnek. Nagyon örülök, már így könnyebb igazából. Otthon nehezebb volt, egy picit nehezebb volt rávenni a testvérem, de jó volt. Ezen a héten volt már edzésetek? Vagy igen, ez az első? Éppen tegnap, ma van a második, és igazából tegnap is nagyon jó volt, jól éreztem magamat, és nagyon jó volt. Hát én szeretnék igazából hivatásosan is, hogyha lehet, és örülnék neki, ha jól sikerül, hogyha sikerülne. Biztosan eltelik egy kis idő, amíg újra belerázódnak a gyerekek a munkába, és újra eredményeket érnek majd el. A kizárólag labdarúgással foglalkozó amatőr utánpótlás klubnál 150 gyerek sportol, fiúk és lányok egyaránt. Gadányi Maja visszatért Szombathelyről, Seffer Zsanett és Tobak Luca a budapesti Szise csapatától igazolt Kozármislenybe, és a fiatal tehetséges Kovács Véda is a felnőtt keret tagja lett. A kozármislenyese női kézilabda csapatának a legfelsőbb osztályba jutása célja a következő szezonban. Az egyéni edzések után az egészségügyi szabályok betartásával újra együtt készül a kozármislenyese női kézilabda csapata. Az NB1-bés gárda bajnok esélyes kerettel vág neki a következő szezonnak. Az első edzésen felmérték a játékosok állóképességét, ruganyosságát és gyorsaságát. Folytatjuk a felkészülést, egy komoly erőléti edzés blokkon vagyunk túl, amit ugye otthon végeztek a sportolók. Most van egy lehetőségünk, hogy kültéri pályán labdás edzéseket tartsunk. Ezen a héten felmérjük a játékosainkat, hogy milyen állapotba jöttek vissza. Fő célunk ebbe a 6-7 hétben, ami előttünk áll, hogy javítsunk technikai dolgokat, amikben hiányosságaink vannak, hogy úgy tudjunk elmenni majd tényleg egy nyári pihenőre, hogy fogalmazunk, hogy homogénként tudjuk a csapatot magunk mögött tudni, és akkor hát majd valamikor nyár második felébe kezdünk. Változások ugye annyi, hogy a Tóth Timitől elköszöntünk, elbúcsúztunk, gyakorlatilag ővel a megállapodása erre a szezonra szólt. Nagyon hálás vagyok neki, hogy velünk volt, és bízom benne, hogy majd megfelelő körülmények között tudunk tőle elköszönni. És érkezett a csapathoz gyakorlatilag 3 új és 1 fiatal játékos. A csapatból Tóth Tímea távozott, de sikerült újra megegyezni Gadányi Majával, aki Szombathelyen NB1-es tapasztalatokat gyűjtött. Az előző szezonomat azt a szombathelyi KKA csapatánál töltöttem, ugye első osztályban szerepeltünk, szerintem jól is szerepeltünk, a csapat bennmaradt. Úgy gondolom, hogy jól játszottam az egész szezonban, amikor lehetőséget kaptam, akkor éltem is vele, kihasználtam a lehetőségeket. Örülök, hogy visszatérhettem, illetve szeretnék megnyerni a bajnokságot, ehhez én is úgy állok hozzá. Mindent beleadunk, amit csak tudunk, úgyhogy meg kell nyerni ezt a bajnokságot most. Ugyancsak részt vett az első közös tréningen a budapesti Szise gárdájától érkező bonyhádi származású Seffer Zsanett is, aki a belső posztokon lesz bevethető. A Szent István csapatától érkeztem, hát nem volt egy nagyon boldog szezonunk, sok meccsen kikaptunk, és utolsó helyen is végeztünk, de én azért végigjátszottam volna a szezont. Hát egyértelműen a bajnokság megnyerését várom, az a cél, és azért jöttem ide, hogy ezt hozzá tudjak tenni. Hát egy pár játékost ismerek csak, Polát meg a Pálmit, de úgy látásból ismerem őket, meg egy szimpatikus kis csapatnak tűnik nekem. A szurkolók találkozhattak már a tehetséges, fiatal Kovács Védával, aki a felnőtt keret tagja lett. Leginkább az ifjúság és az NB2-es csapatban kaptam szerepet, és amikor az NB1-B-s csapat pályára kerültem, próbáltam meghálálni a bizalmat. Remélem, hogy sikerült is. Szerintem mindenki így van vele, hogy ebben a 8 hétben ezt a pillanatot várta a legjobban, és most nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Ugye az NB1 a cél. Én nagyon remélem, hogy tudok segíteni a csapatnak, az álmoknak az elérésében, és remélem, hogy tényleg be fog teljesülni, mindent nekünk érte tenni.
Tobakluca is megérkezett pár nappal később, így lett teljes a keret. A beálló posztra igazolt játékos a budapesti Sziset csapatától érkezett, akár csak Seffer Zsanett. Ahhoz képest nagyon jól hajtáltunk az NBA-be, hogy több embernek ez volt az első éve. Én nagyon örültem, hogy egy évet tudtam így játszani, sok mindent megtapasztaltam, és igazából büszke vagyok a csapatra. A komlói születésű kézilabdázó szívesen jött vissza Baranyába. Hát a szívem is hazahúzott, ugye én itt nem messze lakok, és itt is nevelkedtem, és nagyon szimpatikus csapatnak tartom a Mislányt, mint szakmai részleg, és a lányokat is, olyan szimpatikusak. Az elmúlt időszak nem volt könnyű, a beállónak sem. Amit tudtam, azt megcsináltam. Futottam heti kétszer-háromszor, a többi napokon erősítettem, de ez igazából nem volt olyan, mint Pesten igazából a napi két edzés. Nem tudtam annyira szinten tartani, mint amúgy. Luca a kozármistenyi csapat céljaival is tisztában van. Mindenképp a bajnoki cím megszerzése. Szerintem nem lesz egyszerű feladatunk, de bízom benne, hogy sikerülni fog. Teljesült az álom, sikerült egy hétvége alatt lefutni a két pécsi csapatnak az Ultra Balaton 222 kilométeres távját. A váltótagok közül többen Pécset, Tüskésréten teljesítették vállalásukat, de az ország számos pontjáról jelentkeztek be a csapattagok, akik a pandémiás időszakban hazautaztak, virtuálisan mégis együtt futottak a többiekkel. Az akcióhoz bárki csatlakozhatott, akár néhány kilométerrel is. Stábunk 6 kilométerrel járult hozzá a virtuális Ultra Balaton sikeréhez. Szombat reggel gyülekeznek a futók Tüskésréten. Ez a hétvége azonban egy kicsit más, mint a megszokottak, ugyanis a sportolók egy része épp ebben az időpontban a Balatont futná körbe. Az Ultra Balaton versenyt viszont a koronavírus járvány miatt októberre halasztották. Két pécsi váltócsapat edzői azonban még úgy is együtt próbálták tartani a csapatokat, hogy többen hazautaztak. Kitalálták, hogy a verseny eredeti időpontjában virtuálisan körbefutják a Balaton. Az alapkoncepció az volt, hogy ezen a hétvégén lett volna ugye az Ultra Balaton, ahol a csapatunkból, ami egyébként az Elite Challenge Training System és az Elite Workout csapat, indult volna két csapat. Most itt a pandémiás időszak alatt is próbáltuk az embereket összetartani, végig online edzésekkel és írott edzésekkel hetente kétszer-háromszor, és úgy adódott, hogy azt gondoltuk, hogy mielőtt megnyitják újra az edzés lehetőségek kapuit, azelőtt akkor egy utolsó csapat összetartásként ezt a úgymond virtuális Balatonkört mégis megcsinálnánk az időpontjában, amikor lett volna. De szétszélett a csapat, egyetemisták hazamentek, mindenki a lakhelyén, ez ebben az esetben nem akadály, tehát itt úgy zajlik a maga a program, hogy szombat reggel 8-tól vasárnap este éjfélig, vagy hát igen, félig nyilván nem, addig mindenki, amennyit akar, olyan tempóban, és ott, ahol éppen tartózkodik, lefutja a távot, amire létrehoztunk egy ilyen kis Google Drive dokumentumot, be lehet írni mindenkinek, hogy mennyit teljesített, és így próbálnánk összeszedni a 221 kilométert, elsősorban a saját csapatunkra támaszkodva, de mindenkit, aki ebbe szeretne részt venni, és esetleg itt a Tüskésréten, vagy bárhol jelen van, szívesen látjuk a kilométereit. Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseménye az Ultra Balaton. A Balatont megkerülő egykörös verseny egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenye is, melyet egyéniben váltóban, futva vagy kerékpárral is teljesíthetnek a résztvevők. Én alapvetően az Elite Challenge-et még elvégeztem néhány évvel ezelőtt, és a Koltai Arnolddal fölmerült annak a lehetősége, hogy egy edzésmódszert is kialakítsunk ehhez kapcsolódóan. Nem feltétlenül az Elite Challenge elvégzése céljából, de aki szeretne esetleg teljesíteni ezt a 5 napos programot, annak adjunk valami támpontot. És akkor ebből állt össze egy sportcsapat, és ahogy a Dóri ugye említette, ez a úgy
helyzet, ez minket is úgymond kihívás elé állított, tehát valahogy meg kellett oldanunk az edzést, a csapatnak a motivációs szintjének a fenntartását, és hát már egy évvel ezelőtt kitaláltuk azt, hogy indítanánk néhány csapatot az Ultra Balatonon. Van egy kisebb 4-5 fős csapatunk, ami indulna, illetve van nyilván egy nagyobb 12-13 fős, és hát ugye most lenne az Ultra Balaton, és hát miután ezt most átrakták ugye októberre, igazából adott a lehetőség, hogy egy kicsit összecsiszoljuk az embereket, fölmérjük, hogy ki mennyit tud futni, és igazából azokat a távokat, amiket ott majd elméletileg megfutnának, azt most így már szétosztottuk, és ez az, amit le lehet futni. Már most nyilván előfordulhat, hogy valakinek ez most nem fér bele az idejébe, ezért van az, hogy mások is csatlakozhatnak hozzánk, és hát alapvetően, ahogy a Dóri elmondta, a koncepció az, hogy ezen a hétvégén mindenki lefutja a kiosztott vagy önként vállalt távját, és akkor ebben a Google dokumentumban ezt összesítjük, és hát reményeink szerint ez így össze fog állni. Ha már ott forgatott stábunk, mi is hozzájárultunk 6 kilométerrel a sikerhez, sőt, akadt, akit mi hívtunk meg a futásra. Ez nagyon hirtelen jött, mikor kijöttem a futópályára, akkor találkoztunk, és akkor kértél meg rá, hogy ha lehetne a kilométereimet adjam nektek, mert valamilyen jó cél érdekében méghozzá Balaton körül, Balatont akarjátok körbefutni. És így mindösszesen 5 kilométert tudok adni, többet nem. A két nap alatt végül több mint 340 kilométer gyűlt össze. A futók többsége már várja az októberre halasztott rajtot, hogy ne csak virtuálisan, hanem valóban körbefuthassa a csapat a Balatont. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!